Van egy új prémium, amit fognak kapni Feri bátyám novemberben 80-ast. Ennek már sokan örülnek. De az igazi 80-ast nem Feri bátyám, hanem a mellette ülő Pali bátyám kapta. Legalábbis az ügyészség szerint. 80-ast, de millióban. Ez az ő története. Az utóbbi évek legnagyobb korrupciós botránya robbant ki a Völner Schadl ügyjel. Hogy fordulhatott elő, hogy hosszú időn keresztül nem tudott arról, hogy a saját helyettese súlyos korrupciós pénzeket összeállt rendszeresen? Völner Pál ellen önmondta gyanúban. Nem ítélet, hanem gyanú. Találtunk egy irodaházat, egy 1800 négyzetméteres irodaházat. Van benne meggyanúsított kormányzati figura, vannak már több minisztériumnál érintettek, az 1700 oldalnál is hosszabb nyomozati anyag pedig, amit a 444 cikk sorozatban dolgozott fel, elég sötét képet fest Magyarországról. Európa egyik legfejlettebb végrehajtási rendszerével rendelkezünk. Minisztériumi épület előtt átadott kenőpénzek, lezsírozott egyetemi vizsgák, bujkáló miniszterek. Nézzük meg közelebbről az ügyet. December közepén robbant a bomba hír. Völner Pált, Varga Judit igazságügyi miniszter helyettesét súlyos bűncselekménnyel gyanúsítja az ügyészség. A pontos megfogalmazás: bűnszövetségben üzletszerűen folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadással gyanú. Hogy hogyan kell ezt elképzelni? Hát a lehető legegyszerűbben. Az ügyészség szerint Völner már aznap is átvett 5 millió forint kenőpénzt, amikor letette az államtitkári esküjét 2018-ban. Azon a napon, amikor felesküdött Magyarország szolgálatára. Ezt még több mint 20 alkalom követte, amikor 2 és 5 millió forint közötti összegeket vehetett át. Előfordult, hogy közvetlenül az igazságügyi minisztérium bejáratánál. Völner Pált az elmúlt években ilyen nyilatkozatokról ismerhettük meg. A jogállamisági kritérium rendszert is Soros György vetette fel. Mondhatjuk akár soros szervezeteknek is, hogy magyarra fordítsuk ezt az NGO kifejezést. Érdekes, hogy Soros György neve mindenhol fölmerül, és még most az elnökválasztásról nem is beszéltünk. Hát úgy működik, mint egy banánköztársaság lassan Brüsszel. Igen, ez a politikai felszín, de nézzünk már be egy picit mögé. Valamennyien tudjuk, hogy a baloldal elmúlt évtizedei a korrupciós botrányokról szóltak. A kormány elkötelezett a korrupció elleni küzdelemben. A kormány számos intézkedést hozott a korrupció visszaszorítására. Ma már sokkal szigorúbbak a korrupcióra vonatkozó büntetési tételek. Nemzeti tőke védelme, hogyha ezt önök korrupciónak nevelik a multinacionális tőkével szemben, a nemzeti vállalkozás segítése, önök szerint korrupció, akkor nevezheti ki. Hát nem tudják megugrani, én erről nem tehetek. A botrány kirobbanása után Völner lemondott a miniszterhelyettesi posztról. Főnöke Varga Judit viszont egy rövid közleményt leszámítva érdemben nem szólalt meg az ügyben. Sőt, szinte elkezdték bújtatni. Miközben a Facebookos kommunikációján egy kisebb szerkesztőség dolgozik, újságíró nem kerülhetett a miniszter közelébe. Aztán a múlt héten szinte véletlenül megtudtuk, hogy Székesfehérváron lesz egy nyilvános programja. Kaufmann Balázs kollégánk rögtön oda is száguldott. Miniszter asszony, elnézést, hogy fordulhatott elő, hogy hosszú időn keresztül nem tudott arról, hogy a saját helyettese súlyos korrupciós pénzeket összeállt rendszeresen? Köszönöm, és sok sikert az emlékéhez. Köszönöm szépen. Miniszter asszony, egy hónapja nem mondott semmit. És az ügyészség viszi ezt az eljárást, hogy ők az illetékeseket. És semmit nem csinál a minisztérium ezzel kapcsolatban. Mi adtunk egy sajtóközleményt aznap, úgyhogy keressék, úgyhogy az emlékezetüket szerintem szelektív. Arra egyébként semmi sem utaló, hogy Varga Judit is érintett lenne az ügyben, de azért egy ilyen esetben egy miniszternek súlyos kérdésekre kéne választ adnia, mármint egy demokratikus országban. De oké, ez a minisztérium. Mi van a Fidesz frakcióval? A parlamentben ugye Völner Pál továbbra is ott ül, és szavazhat például törvényekről. Erről a Kocsis Máté frakcióvezetőt kérdeztük. Ön, mint frakcióvezető, azt gondolja, hogy van-e helye a Fidesz frakcióban? Nem, én, mint frakcióvezető, azt gondolom, amit önnek is gondolnia kéne, ha nem propagandát gyártanának éjjel-nappal, hogy az ártatlanság véleme mindenkit megérett. Tehát nem ön fog ítéletet hozni Völner Pál ügyében, és az a rossz hírem, hogy nem is én, hanem a bíróság. És amíg a bíróság ezt nem teszi meg, addig ez a kérdés is értelmetlen, mert Völner Pál ellen ön mondta, gyanú van. Nem ítélet, hanem gyanú. És igen, nem is azt mondtuk, hogy ne... A alkotmányos jogait Völner Pálnak is el kell ismernie. De nem is azt kérdeztük, hogy ne legyen egy tisztességes bírói eljárás, hanem hogy a Fidesz frakciónak miért. Tehát ő most törvényeket hozhat, amiket aztán minden magyar embernek be kell tartania. Igen, kedves. Tényleg. Annyi éve dolgozunk együtt. Önök velünk, mi meg önökkel. Ne gyerekeskedjen már. Hány baloldali, miről mondott le az elmúlt években? Ne idétlenkedjenek. De távolodjunk el egy kicsit, mert ahogy Völner Pál mondta az Őszintén című műsorban... Hogy miben?
az Őszintén című műsorban. Ilyenkor milyen a fejében egyébként általában, amikor följön egy ilyen kis túrára? Minden tisztul a fejem. Tisztul? A gondolataim, igen, tehát hogy ki tud az ember emelkedni ebből a hétköznapi taposóvalomból, hogy úgy fölé lehet emelkedni a napi taposómalomnak. Na hát akkor a politikai taposómalomból mi is emelkedjünk ki egy picit, és nézzük meg, hogy kitől és mire kapta a pénzt az államtitkár. A gyanú szerint. Persze. Alapvetően három célkitűzése van az elnökségünknek, vagy három kulcs szóval tudnám összefoglalni. Ő Sadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtó Kar elnöke. Egyrészt a törvényesség, másrészt a szakszerűség, és a harmadik talán, ami nagyon fontos, az átláthatóság. Hogy mi kötötte össze Völnert és Sadlt? A bírósági végrehajtás egy elég sajátos pozíció, ugyanis a végrehajtók nem az államigazgatás részei, mégis az állam nevezi ki őket. Így aztán tulajdonképpen monopól helyzetbe kerülnek a bírósági végrehajtás területén. Ezt a feladatot pedig kizárólag szakmailag magasan képzett, és emberségből élesre vizsgázott szakemberek teljesíthetik majd. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Hát amikor mondjuk kilakoltatnak valakit, elárverezik a házát és befagyasztják a számláját, mert nem tudta törleszteni a hiteleit, akkor a végrehajtók azok, akik jönnek és gondoskodnak arról, hogy a bírósági ítélet végre is legyen hajtva. Nyilvánvalóan az egyik oldalról egy fontos cél, hogy a hitelező minél előbb visszakaphassa a saját pénzét, de ez nem történhet, én azt gondolom, feltétlenül az adósnak a kárára, tehát ha van arra lehetőség, hogy szépen lassan részletekben letudja ezt, akkor nem biztos, hogy valóban embertelenül rá kell rontani, és mindenét el kell venni. A végrehajtás elképesztően jövedelmező szakma. Gyakoriak a milliós fizetések, és a végrehajtó cégeknél a 100 milliós profitok. És ez még csak a dolog legális része, amivel Sadl György nem elégedett meg. Adja el ezt a szakmát. Miért jó önálló bírósági végrehajtónak lenni? A szakma eladása egyébként nem egyszerű. A modell a következő. Sadl György a gyanú szerint fizetett Völner Pálnak összesen körülbelül 83 millió forintot, azért, hogy az államtitkár kinevezze azokat a végrehajtókat, akiket Sadl akart. A megfelelő végrehajtók pedig fizettek Sadlnek összesen körülbelül 880 millió forintot. Ez volt a pénz körforgása. Európa egyik legfejlettebb végrehajtási rendszerével rendelkezünk, és ebben a tekintetben sok más országban nekünk kell tanácsot nyújtanunk, hogy hogyan lehet ezt kiépíteni. Hello! Szia! Mára beszéltük meg azt a találkozót? Igen. Csak azt nem beszéltük meg, hogy hol? Hát, hogyha megengeded, akkor én ott a bejáratnál megvárnálak, rácsörgök majd, mert hát egy ilyen kis névnapi figyelmességgel köszöntenélek. Ó, nagyon kedves vagy. És akkor itt a környéken mennénk egy kört? Igen, és arra gondoltam, hogy ebédelhetnénk együtt. Nagyon jó. Hova szeretnél menni? Nekem mindegy, hát lehet olasz, vagy magyar, én mondjuk jobban szeretem az egyszerűbb ételeket. Jó, nekem is teljesen mindegy, amit te szeretnél, de ragaszkodom hozzá, hogy én lennék a meghívó. Szia, te merre mozogsz ma? Akkor át tudnál ugrani ide a 13. kerületbe, és hozhatnál egy hármast, mert nekem mennem kell a szokásos barátunkhoz. Valami szatyorral, meg valami piát tegyél már mellé. Mindegy, hogy mi, csak valami viszonylag normális piát. Persze, tökéletes. Sadl ezután beült az Audiába és a belváros felé indult, 20 percbe sem telt, míg a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar zuglói központjától eljutott a belvárosba, az Igazságügyi Minisztérium Nádor utca épületéhez. Amikor a találkozóról egyeztettek, Sadl névnapi figyelmességnek nevezte az ajándékot, de aznap nem pálnap volt. A szatyorban viszont 3 millió forint lapult. Oké, tehát ezzel a figurával volt szoros kapcsolatban az igazságügy miniszter helyettese, aki ugye a saját zsebére dolgozott, de akkor ez az egyetlen egy kapocs a magyar kormány és az ügy között. Hát Gulyás Gergely néhány hete még ezt mondta. Tehát Varga Judit ön szerint nem tartozik valami magyarázattal, hogy miért bízott évekig egy ilyen emberben annyira, hogy a helyettese volt? Miután semmi nem utal arra, sőt ez abból, amit tudunk, a gyanúsítás alapján, amit önök is ismernek, kizárható, hogy ez, ha megtörtént,
akkor ne egy egyedi elkövetés lett volna, ezért nem látom sehol sem a miniszterasszonynak mit kellett volna még tenni, vagy mondani túl azon, hogy egy napon belül rendezte az utódlás kérdését. Csak aztán megjelentek a 444 újabb cikkei, és kiderült, hogy van más érintett is a kormányzat környékén. A lehallgatási jegyzőkönyvek alapján Sádő György, aki egyébként köztiszteletben álló oktatója a Pécsi Tudományegyetemnek, jogi vizsgák elintézésével is foglalkozott. Az egyik ember pedig, akinek megvarázsolhatta a vizsgáját, Rogán Antal kabinetfőnöke, Nagy Ádám volt. Hát róla eddig nem sokat hallhattunk, pedig az egyik legfontosabb magyar miniszter közeli embere. Hogy mennyire közeli? Nagy Ádám Rogán Antal legkisebb gyerekének keresztapja. Fel is tűnik a felvételeken, abban az időszakban, amikor Rogán Antal még bulvárhős volt. De látható Nagy Ádám az Index híres videójában is. Ő nyitja az ajtót Rogánnak, mielőtt Habony Árpáddal és Kertész Balázs ügyvéddel találkoztak egy irodában. A miniszter a válása után papíron Nagy Ádám apjától bérelt lakást. És Nagy Ádám apja volt az is, aki megvette Rogán Cecília, egykori balatoni nyaralóját. Vagyis ez a kapcsolat elég szorosnak mondható, és aztán kiderült az is, hogy Nagy Ádámot és a végrehajtók világát több köti össze, mint egyszerű egyetemi vizsgák ügye. Ezt Hadházi Ákos hozta nyilvánosságra. Találtunk egy irodaházat, egy 1800 négyzetméteres irodaházat, amelyik a végrehajtói karnak a tulajdonában volt, pontosabban annak egy cégének a tulajdonában volt, és ezt az irodaházat a végrehajtói kar tavaly október elején eladta. És milyen véletlen, pont ennek a Nagy Ádámnak, pont Rogán Antal kabinetfőnökének. Ráadásul ez az ember, ennek körülbelül a hivatalos bevétele az olyan 1 millió forint lehet havonta, ő ugye egy köztisztviselő. Nagy Ádám cége és a végrehajtói kar közleménye szerint egyébként minden szabályosan történt. Oké, és ezzel ennyi? Kiderült, hogy Rogán Antal első számú embere érintett az ügyben, ráadásul a korrupt végrehajtói karral bizniszel, és nincs semmi következmény? Tehogy nincs. Neve gyermekének bántalmazásával hozták összefüggésbe Hadházi Ákost. A propeller.hu-n Hadházi Ákosról gyermekbántalmazási ügy került elő címmel jelent meg cikk. Fizetett neki szexuális szolgáltatásaért. Ezt állítja egy korábbi prostituált Hadházi Ákosról. Hadházi Ákos ellen összehangolt kampányt indított a kormánymédia, még gyerekveréssel is megvádolták. Közben pedig kiegyenlítették az egyetemi számlát is, kihozták, hogy az MSZP-s Bangóné Borbé Ildikó kamuzott a diplomájáról. A képviselőt kizárta a pártja, és felszólították, hogy adja vissza parlamenti mandátumát. Kérdések azért még így is bőven akadnak. Például, honnan tudta Sádő György, hogy mikor lesznek Nagy Ádám vizsgái, és mit kapott ezért cserébe? Egyébként erről is vannak szaftos részletek a jegyzőkönyvekben? Hát éppen ez az, hogy nincsenek. Miklósi Gábor, a cikk sorozat egyik szerzője szerint érezni lehet, hogy amit látunk, az még mindig nem a teljes kép. A Nemzeti Védelmi Szolgálat kérte, hogy hadd folytassák a lehallgatást nyár közepén, mert az első 3 hónap az lejárt a nyár közepén, és nem derül ki, hogy ez, erre kaptak engedélyt, történtek-e további lehallgatások, vagy ha nem, akkor miért nem. Ekkor már ugye vastagon benne volt a Völner az egész sztoriban. Ez például egy olyan dolog, hogyha ezen a szemüvegen keresztül olvassuk a nyomozati iratot, így nagyon súlyosan kétségessé teszi azt, hogy itt a teljes képet látjuk-e. Legalább egy ponton viszont benne maradt egy utalás a jegyzőkönyvben, amire sokan felkapták a fejüket. Sádl György egyik lehallgatott beszélgetésében szóba került Tóni, Barbara és Ádám. Sádl pedig azt mondja, hogy Ádámmal egyeztetett valami nagyobb történetről, ami akár egy 35 éves sztori is lehet. Hogy kicsoda Barbara, Tóni és Ádám? Azt pontosan nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy létezik egy Rogán Barbara, az ő férje Rogán Tóni, és az ő kabinetfőnöke Nagy Ádám. Köszönjük a figyelmet, ez volt erre a hétre a Magyar Yeti, de tényleg mindenkinek ajánljuk a 444 teljes cikksorozatát. Szó van benne például arról, hogy hogyan akart Sádl György kirúgatni egy bírót, hogyan tettek vallomást a végrehajtók, vagy hogy Sádl mennyire ragaszkodott ahhoz, hogy legyen egy kék villogója. Az összes cikket majd szépen belinkeljük a videó alá, és szokás szerint mindenkit arra kérünk, hogy lájkoljatok, kommenteljetek, iratkozzatok fel, és csatlakozzatok a körhöz, a 444 klubjához,